Összehangolt pályázatok. A közösségi igényekre reagáló, hasznos és komplex programokat támogatják 2020-ig az úgynevezett emberi erőforrás fejlesztés célzó pályázati rendszerben. Eredményes együttműködés. Lezárult a 2007-2013-as uniós ciklusban megvalósult Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program. Közösségi munka. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb kulturális közfoglalkoztatója a Civil Információs Centrum. A közösségi igényekre reagáló, hasznos és komplex programokat támogatják 2020-ig az úgynevezett emberi erőforrás fejlesztés célzó pályázati rendszerben, mondta Köpeci Bócz Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egészségügyi, oktatási, szociális, egyházi és civil szervezetek támogatására 950 milliárd forint forrás jut ebben a ciklusban. A párhuzamosságokat szeretnék megszüntetni az új rendszerben, ezért a megyei önkormányzattal szorosabban együttműködnek majd. Az új uniós pályázati rendszerben a megyei önkormányzat lesz a legfontosabb partner, mert a helyi igényeket tudja közvetíteni, és követni tudja, hogy milyen típusú programokra van helyi szinten szükség, mondta a Köpeci Bócz Tamás államtitkár. Szeretnék megszüntetni az esetleges párhuzamosságot az uniós pályázati struktúrán belül, ezért az önkormányzat abban lehet partner, hogy figyeli, milyen területre jutnak el a források. Az egészségügyi fejlesztésekre, oktatásra, az egyházi és civil szervezetek által vezetett projektekre összesen hazánk 950 milliárd forintot használhat fel 2020-ig. A leglényegesebb kérdés az, hogy az országon belüli különbségek csökkenjenek. És ebből a szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye azok közé tartozik, ahova talán a legtöbb forrást kell adni, hiszen a szakképzettség szintje, az egészségi állapotból következő várható élettartam, és összességében azok a foglalkoztatási lehetőségek, amelyek más megyékben talán jobban biztosítottak, itt a legrosszabbak. Ezért mi úgy ítéljük meg, hogy Kelet-Magyarország és ezen belül is a megye, az külön kiemelt támogatást kell, hogy kapjon. December 31-én zárul az előző 2007-13-as uniós pályázati ciklus, az úgynevezett TÁMOP programokból emberi erőforrás fejlesztésre 1900 milliárd forintot költöttünk, mondta az államtitkár. A megyei önkormányzat 100 millió forintot nyert az új fejlesztési ciklus előkészítésére és a programok összehangolására. Fontos politikai cél volt az új pályázati időszakra való felkészüléskor, hogy a párhuzamosságokat megszüntessük, illetve lehetőség szerint olyan programozási módszertant alakítsunk ki, amely nem operatív programok mentén szeleteli fel az emberi és a közösségi életet, hanem a felmerülő igényekre komplex módon reflektál. Annak az útját, módját keressük és találjuk meg ennek a programnak a segítségével, hogy hogyan tudunk területi szereplőként segíteni most egy konkrét ágazati program esetében, az EFOP esetében, hogy ezek a párhuzamosságok megszűnjenek és a fejlesztések egymással korreláljanak. Könnyebb lesz majd pályázni, de szigorúbb lesz az ellenőrzés, ami nem pusztán adminisztratív ellenőrzéseket jelent majd. Egy 15 fős járási referatúra rendszer működik, ez tart közvetlen kapcsolatot a kedvezményezettekkel, és adatokat, elemzéseket szolgáltat a programok hasznosságáról. Lezárult a 2007-2013-as uniós ciklusban megvalósult Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével több mint 211 millió euróból 455 projektet sikerült befejezni az elmúlt években. Az eredményeket egy gyulai zárókonferencián ismertették. A magyar-román határon átnyúló program 4-4 szomszédos megyét érintett, ezeken a területeken 455 közös projektet sikerült befejezniük a pályázóknak 7 év alatt. A program az rendkívül sikeres volt, 95-96%-ban fogjuk felhasználni az összes forrást év végéig. Ez rendkívül sikeres, hogy akár összehasonlítjuk a többi Európa Uniós pályázati programokkal. Ami a célkitűzéseket érinti, a legeslegfontosabb számunkra, mint Magyarország számára az volt, hogy ezeket a pénzalapokat
egy nemzetpolitikai prioritásként kezeljük. A pályázati forrás így tehát a külhoni magyarok számára is elérhető volt, tette hozzá Perényi Zsigmond. A program népszerűségét az is bizonyítja, hogy egyes területeken 4-szeres vagy akár 5-szörös túljelentkezés is volt a pályázók között. A két ország kapcsolata sokat javult az elmúlt években a közös projekteknek köszönhetően, új határátkelők is épültek, ám infrastruktúrális fejlesztésekre folyamatosan szükség van. Azt látni kell, hogy itt van egy 450 km hosszú határszakasz, ahol a rendszerváltás után, ha jól emlékszem, 5 határátkelő hely volt. Most van 11, ahol éjjel-nappal át lehet menni a határon. Hát hogyha büszkekedni akarnánk, akkor azt is mondanak, megdublásszuk a határátkelő helyek számát, de reálisan ez még mindig azt jelenti, hogy 45 kilométerenként lehet átmenni a magyar-román állam határon, miközben mondjuk Németország és Franciaország, vagy Belgium és Hollandia között 3 kilométerenként lehet átmenni. Tehát ez az a dimenzió, amiben lehet jellemezni az együttműködés elmúlt negyed századát. Nagyon sok tennivalóan még nyilvánvalóan az infrastruktúra fejlesztés terén. A közös projektek több területet is érintettek, például az oktatási intézmények együttműködését, a kommunikáció és a turizmus fejlesztést, valamint összesen 280 kilométer hosszú összekötő utat is építettek. Vállalkozás segítő magyar-román üzleti központot alakítottak ki Békés Csabán, ehhez kapcsolódva Nagyváradon pedig startupokat segítő inkubátorházat építettek. Talán furának tűnhet, hogy egy non-profit szervezet hogy tud együttműködni egy kereskedelmi és iparkamarával, de végül is ebből egy nagy siker lett. Ugye mind a kettő azt akarja, hogy a fiatalok tudjanak vállalkozni. Ez is volt az alapötlete a pályázatnak. A 2014-2020-as időszakban tovább folytatódnak a határon átnyúló fejlesztések. A következő években a pályázatokra felhasználható keretösszeg 75 milliárd forint lesz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb kulturális közfoglalkoztatója a Civil Információs Centrum. Kis András operatív igazgató televíziónknak elmondta, a kulturális közfoglalkoztatottak elsősorban fiatalok, akik álláskeresés mellett a helyi közösségeket segítik, legyen szó művelődési központról vagy ifjúsági házról. Így szereznek tapasztalatot a közösség és rendezvényszervezésben, amely segít nekik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár a kulturális közfoglalkoztatásban, és egyre több önkormányzat, egyházközség és civil szervezet kapcsolódik a rendszerhez, hangzott el a Nemzeti Művelődési Intézet és a Megyei Civil Információs Centrum közös a kulturális közfoglalkoztatásról szóló konferenciáján. Büszkék vagyunk arra, hogy a megyében legnagyobb kultúrás közfoglalkoztatott programot mi indítottuk egy komoly koncepció alapján, és most is több mint 200 embert foglalkoztatunk ennek a keretében, tehát több mint 20 főt, és ezt a programot úgy érzem, hogy van értelme folytatni, van értelme csinálni. Az igazgató hozzátette, a kulturális közfoglalkoztatottak elsősorban fiatalok, akik álláskeresés mellett a helyi közösségeket segítik, legyen szó művelődési központról, ifjúsági házról. Így szereznek tapasztalatot például a közösség és rendezvényszervezésben. Én a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben dolgozom most, nyílt lelkem, mint közösségi munkás. Ott egyik feladatköröm az ifjúsági munka, hogy fiatalokkal dolgozom kint Görögszálláson. Népdalkör, ifjúsági és nyugdíjas klub, ezek a közösségek fontos szerepet és színteret jelenthetnek a tagok életében, véli az Emberi Erőforrások Minisztériumának közösségi művelődési és művészeti főosztályvezetője. Ezek a kulturális közösségek egy idő után olyan erős közösséggé vagy olyan közösségi hálóvá válhatnak, amelyek a településüknek a jobbulásában, a településüknek az aktivitásában is szerepet kaphatnak majd. A rendezvényen elhangzott, bárki csatlakozhat a kulturális közfoglalkoztatáshoz, a közösségi munkához. Érdeklődni a Megyei Civil Információs Centrumnál lehet.
Problémák vannak az állami földek árverésével az MSZP szerint. Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő a párt nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, nem értenek egyet például azzal, hogy az elnyert területekre még 60 napig licitálhatnak azok, akiknek elővásárlási joguk van. A politikus elmondása szerint azt sem tudják mindenhol, hogy kik nyerték a földeket. A párt például hiába érdeklődött az Újfehértón elkelt földek felől, információt nem kaptak. A tájékoztatón az is elhangzott, a hitelfelvételek szabályozása is változott. Változott a hitelezés is, és ezt nem minden termelő tudja. Tehát aki eddig abban a hiszemben volt, hogy csak árverés kapcsán lehet hitelt igényelni, annak szeretném mondani, hogy ez egy hetel már nem így van, mert a kormányrendelet változott. Tehát akinek elővásárlási joga van, és úgy érzi, hogy valaki olyan szerezte meg a földet, aki nem termelő, mert akinek elővásárlási joga van, az általában termelő. Tehát ha már egyszer így van ez a dolog, ugyan mi nem értünk egyet, hogy állami földet eladjanak, de ha már megveszi valaki, akkor azt inkább olyan vegye meg, aki az valóban saját maga használja és műveli. Az M49-es gyorsforgalmi elkerülőút megépítésének fontosságára hívja fel a figyelmet a Jobbik. A Kocsordi térség élhetetlen az áthaladó forgalom miatt, ezért az elkerülőút megépítéséért aláírásgyűjtésbe, tüntetésekbe és útlezárásokba kezdenek, amihez a szükséges előkészületeket és az engedélyek beszerzését a mai napon elkezdték, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Földi István, a párt megyei önkormányzati képviselője. Kocsor területén akár napi 13 000-14 000 autó is áthalad, nem lehet élni ezen a vidéken. Tönkrementek a házak, tönkrementek az utak, életveszélyes a közlekedés, a hatalmas forgalmi torlódásnak köszönhetően pedig akár az embereknek a munkája is ugye veszélybe kerül. Többször is felkértük már a kormánypárti képviselőket, hogy nyilatkozzanak ezekről a dolgokról. 2006-ra, 2010-re, 2014-re, 2017-re, most pedig már 2020-ra ígérik ezt az elkerülőt. A Jobbik Magyarországért mozgalom azt mondja, hogy egy lépésben kellene akár ezt az egészet ugye véghez vinni. A nyíregyházi járási és nyomozó ügyészség vádat emelt egy férfi és két társa ellen, akik 2013-ban pénzért cserébe csaknem 600 ukrán állampolgárnak segítettek magyar állampolgárságot szerezni, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség. Az MTI információi szerint Szepesi Zsolt, Monok korábbi polgármestere, az Összefogás párt elnöke érintett az ügyben. Az ügyészség a befolyással üzérkedőkkel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás, mellékbüntetés kiszabását, valamint a bűnös úton szerzett vagyonra vagyonelkobzás elrendelését indítványozta. Az ukrajnai közvetítők esetében pedig felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, tájékoztatott Nagy Ferenc főügyész helyettes. Megérkezett a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetéhez az a 2000 kg liszt, amit a Magyarok Kenyere program keretében gyűjtöttek össze helyi gazdálkodók. Az adományosztásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A harmadik helyen végzett a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei labdarúgó válogatott az amatőr válogatottak tornájának országos döntőjében. A Gerlicki Máté által irányított együttes egy vereséggel és egy győzelemmel jutott az elődöntőbe. Megszakadt a nyíregyházi kosársuli győzelmi sorozata. Farkasinszki Gyuláné együttese 7 sikerrel megvívott találkozót követően 93-61-es vereséget szenvedett az MTK Budapest otthonában. Megérkezett a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetéhez az a 2000 kg liszt, amit a Magyarok Kenyere program keretében gyűjtött össze helyi gazdák adományaiból a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A felajánlott lisztet 2 kilós csomagokban adják oda a segélyszervezet megyei képviselőinek, akik a csomagokat eljuttatják a rászorulóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyében mintegy 180 tonna búzát gyűjtött össze a helyi gazdák felajánlásaiból a Magyarok Kenyere nevű program keretében. Az ebből készült 70 tonna lisztet a megyei civil szervezetek, köztük a Magyar Vöröskereszt osztja szét a rászorulók között.
Az idén először kaptunk lisztet a Magyarok Kenyere programból, aminek nagyon megörültünk, 2000 kilogramot, éppen most ma van a szállítása. Ezeket a liszteket a 2 kilós csomagolásba kértük, hogy legalább 2 kilót tehessünk a segédcsomagokba. A segédcsomagokba fogjuk rakni, és így fognak eljutni azokhoz a családokhoz, akik segítséget kértek tőlünk, valamint kint a Tokaji úton minden segélyezési napon azoknak, akiknek már nem tudunk csomagot készíteni, mert esetleg nem jut már, azoknak is lisztet fogunk osztani, de jut ebből a lisztből a megye minden részére. A Magyar Vöröskereszt adománygyűjtő programja a megyeszékhely számos pontján megtalálható. Hétvégéig a nagyobb bevásárlóközpontok kihelyezett gyűjtőpontjainál várják a felajánlásokat. A harmadik helyen végzett a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei labdarúgó válogatott az amatőr válogatottak tornájának országos döntőjében. A Gerlicki Máté által irányított együttes egy vereséggel és egy győzelemmel jutott az elődöntőbe, ahol 2-0-ra kikapott Baranya legjobbjaitól. A bronzmérkőzésen Pest megye válogatottját 3-0-ra győzte le a Szabolcsi Gárda. A gyöngyösi régiós torna megnyerését követően a legjobb 8 között elsőként Pest megye legjobbjai ellen lépett pályára a Gerlicki Máté Kis Gábor páros által irányított együttes, amely 4-0-ás vereséget szenvedett. A Bács-Kiskun megye elleni 2-1-es győzelem az elődöntőt jelentette a szabolcsiak számára, amelyen azonban Baranya képviselői 2-0-ra felülmúlták Maricsékat. A bronzmérkőzésen sikerült visszavágni a Pest megyeieknek, így a 3-0-ás győzelemmel a harmadik helyet szerezte meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gárda. A 8-as döntőre úgy érkeztünk, hogy szeretnénk helytállni, és minél tovább menetelni. Ez most a 3. helyet jelentette. Persze minden tornának úgy vág neki az ember, meg minden bajnokságnak, hogy az első helyet célozza meg. Aztán később kiderül, hogy ez mennyire volt reális, vagy nem reális. Én úgy gondolom, hogy ez a helyezés, ez valós, ez a 3. hely. Én mert nagyon-nagyon-nagyon erős ellenfelekkel kellett felvenni a versenyt. Említhetem csak a Bács-Kiskun megyét, ugye, aki nem került be a 4 közé pont mi általunk. Ez is egy nagyon-nagyon kemény csapat volt, úgyhogy ez a 3. hely szerintem egy nagyon értékelhető produkció. A csapat 2 hetet készült közösen a tornára. Az együttes gerincét a Gerlicki Máté által irányított megyei első osztályban listavezető Ibrány játékosai alkották. A 19-ből 10 játékos volt először az első tornán, a másodikon 9 játékos volt Ibrányi. Ez mindenféleképpen nagy segítséget jelentett, hiszen ők már tudták, hogy mi az én elképzelésem, illetve ugye Kis Gábor elképzelése erről a szép játékról. Viszont a másik 9 játékos, aki hozzájuk csatlakozott, ez alatt a 2 hét alatt én úgy érzem, hogy teljes mértékben el tudta sajátítani ezt a stílust, és szinte ugyanazt játszotta, amit mi gondoltunk. A tornán a döntőt a világítás meghibásodása miatt nem játszották le, mivel a jövő évi amatőr Európa-bajnokságon nem a győztes csapat, hanem a legjobbakból összeállított együttes képviseli a magyar színeket, több szabolcsi játékosnak is jó esélye van arra, hogy ott legyen a nemzeti válogatott keretében. Megszakadt a nyíregyházi kosár suli győzelmi sorozata. Farkasinszky Gyuláni együttese 7 sikerrel megvívott találkozót követően 93-61-es vereséget szenvedett az MTK Budapest otthonában. Az NKS szombaton hazai környezetben a Kislenke kosár suli ellen lép pályára. 2 a bajnokságban még hibátlan együttes lépett pályára az MTK csarnokában, és a mérkőzésen egyértelműen a hazaiak akarata érvényesült. Az első negyedet 13 ponttal nyerték a fővárosiak, akik a második 10 percben újabb 7 ponttal növelték előnyüket. A második fél időben sem változott a játékképe, a különbség tovább nőtt a 2 csapat között, a házigazda végül 32 ponttal bizonyult jobbnak a több játékosát nélkülöző nyíregyháziaknál. 6 olyan játékosunk volt, aki ezen a csapat ellen pályára küldhető. Sajnos a MEFA mérkőzéseken sorra sérültek a játékosaink. Ugye egy héten belül volt olyan, aki a 3. mérkőzését játszott, és ez mind a 3 utazós mérkőzés volt. Tehát itt ugye csak az volt a kérdés, hogy milyen különbségű lesz végül is a vereség. Sajnos még ez sem úgy alakult, hogy mi szerettük volna, tehát attól sokkal keményebb ellenállásba ütköztünk. Úgy a játékvezetés is, mint a játékosok részéről, egy olyan agresszív és néha én azt mondom, hogy durva játékot produkált ez az MTK, ami a mi képességeinket meghaladta.
sajnos így alakult a mérkőzés, tanulnunk kell a hibáinkból, és a következő mérkőzésre fel kell készülnünk úgy, hogy ezek a hibák ne történjenek meg még egyszer. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban szombaton az eddig mindössze egy győzelmet szerző Kislenke kosársuli csapatát fogadja. Meg is próbáljuk mindenféleképpen a fiataloknak sok játék lehetőséget adni, főleg azért ugye, hogyha ilyen szituációba kerülünk a következő mérkőzéseken, akkor ne érje őket váratlanul az, hogy akár 10-15 percet is pályán kell tölteniük. Bízunk benne, hogy ez a két mérkőzés után a DVTK jön, hogy a DVTK sikerült hazai pályán is megverni, szerintem ez hazai pályán se okozhat majd gondot és problémát, meglátjuk. De mindenféleképpen azon vagyunk, hogy a következő hét mérkőzésünk is győzelemmel teljen el. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportját az MTK Budapest vezeti 7 győzelemmel, megelőzve a 7-1-es mutatóval álló nyíregyházi kosársulit. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A közösségi igényekre reagáló hasznos és komplex programokat támogatják 2020-ig az úgynevezett emberi erőforrás fejlesztés célzó pályázati rendszerben, mondta Köpeci Bulc Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Nyíregyházán. Egészségügyi, oktatási, szociális, egyházi és civil szervezetek támogatására 950 milliárd forint forrás jut ebben a ciklusban. Lezárult a 2007-2013-as uniós ciklusban megvalósult Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével több mint 211 millió euróból 455 projektet sikerült befejezni az elmúlt években. Az eredményeket egy gyulai zárókonferencián ismertették. Szabolcs-Szatmár Bereg megye legnagyobb kulturális közfoglalkoztatója a Civil Információs Centrum. Kis András operatív igazgató televíziónknak elmondta, a kulturális közfoglalkoztatottak elsősorban fiatalok, akik álláskeresés mellett a helyi közösségeket segítik, legyen szó művelődési központról, ifjúsági házról. Így szereznek tapasztalatot a közösség és rendezvényszervezésben, amely segít nekik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is. A Külcsei Televízió iradóját látták kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós egyhangú időre számíthatunk, a változást hozó hideg front csak szerda este éri el hazánkat, addig a térségünk felett található magas nyomású képződmény alakítja időjárásunkat, éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, köd is képződhet, szitálás előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, párás ködös idő várható, gyenge szitálás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hideg front csütörtökön átvonul felettünk, hatására átmenetileg leszakadozik a zárt felhőtakaró, pénteken ismét borongós, nyírkos idő várható, majd a hétvégén érkező újabb front hatására változékonyabbra fordul az idő, napos és felhős időszakok váltják majd egymást számottevő csapadék nélkül. Az éjszakák fagyosak lesznek, nappal marad a 4 fok körüli hőmérséklet.